A társaságnak van egy középtávú osztalékpolitikája, a menedzsment erre az osztalékpolitikai előírásra tett javaslatot. A tulajdonosok azonban azt javasolták, hogy 20 milliárd forint osztalék kerüljön a mai közgyűlésen kifizetésre. Igaz, hogy a 2008-ban kötött szerződés 2015-ben lejár? Nem tudom, milyen szerződésre tetszik gondolni. Árameladási szerződésre tetszik gondolni? Igen, a Mátrának vannak árameladási szerződései. Ezek között van valóban két olyan szerződés, amit 2008-ban kötöttünk, 2008 májusában és 2008 augusztusában. Ezek a szerződések lejárnak, de jelenleg tárgyalunk ezeknek a szerződéseknek a 2008 végéig történő meghosszabbításáról. Tehát 2018 végéig történő meghosszabbításáról. Közel 100 milliárd forint árbevételünk volt. Az adózott nyereség az 18 milliárd forint volt. Tehát amivel ki kellett egészíteni múltbeni forrásokból, vagy eredménytartalékból, az 2 milliárd forint volt. Tehát tulajdonképpen azt a kép teljessége érdekében gyakorlatilag az összes adózott eredményt kivitték a tulajdonosok, és ez 2 milliárd forinttal lett kiegészítve az eredménytartalékból.